görög mitológia szerint volt egy féltékeny isten, aki az embereket hatalmasabb, erősebb teremtényeknek látta, még maguktól az istenségektől is. Ezért két részre osztotta őket, a férfire és a nőre. Belegondolni, hogy milyen kiszámíthatatlan is az élet. Ha 10 évvel ezelőtt valaki azt mondta volna, hogy te leszel a feleségem, talán jót nevettem volna, hiszen szinte minden nap találkoztunk, de el is mentünk egymás mellett. De egy nap jó időben voltunk jó helyen, és most már el sem tudom képzelni az életem nélküled. Tessék, a feleségem lettél, az a személy, aki végigkísér az életemen. Ezért a legboldogabb embernek érzem magam, és még sok-sok évig az leszek. Ez egy nagyon nehéz feladat, megtalálni a párunkat a Föld összes emberek közül. De Edvárd, nekem ez sikerült.